Hazánk legtöbb városához hasonlóan Dombováron is szentmisével és kenyérszenteléssel ünnepelték államalapító Szent István királyunkat. A misét követően a kertvárosi Szent István katolikus templomban Pintér Szilárd polgármester megszegte az ünnepi cipókat, majd a város lakóit és az ünnepségen résztvevőket meg is kínálták vele. Azt gondolom, hogy kellő bemelegítés után, hiszen tegnap 19-én Korda György és Balázs Klári volt a vendégünk, megtelt a Szent László part. Másnap 10 órakor Szent misébe folytatjuk, mert a Szent mise végén sor kerül a kenyér szentelésére, és egy szerintem nagyon kulturált, kicsit ugyan magyarkodó, de azt hiszem, hogy alkotmányunk ünnepén Szent Istvánt azt úgy kell ünnepelni, hogy Kaposáról érkező zenekar megteremtette a hangulatot. Nyilván egy ökonomikus istentisztelet keretei közt meg lett áldva az új kenyér, és ebben az évben is én voltam a szerencsés, aki megszekedte a Dombovár város kenyerét. Nagyon fontos, hogy ez az eseményhez kötjük azt a szavazást is, amelynek mentén a város kenyere által bevőtt forgalom, illetve forrásból az Európa Pékség felajánl minden évben 20 forintot darabonként. Tavaly évben a bölcsödénkhoz kapcsolódó civil szervezet nyerte. Az idén nagyon nagy öröm számomra, hogy egy városi részünk működő szőlőegyek szőlőgyeért civil szervezet nyerte. Azt gondolom, hogy a civil szervezet nem is olyan régi, de küldetését már nagyon hamar betöltötte, hiszen közel 600-an szavaztak rájuk, és azt gondolom, hogy ez az összefogásnak a biztos jele, hiszen ők ugyan először indultak, és elsőre meg is nyerték ezt a szavazást. Az idei évben már 6. alkalommal indította a város a Dombovár kenyere akciót, mely az ott élő közösség véleménye szerint ítél meg támogatást egy-egy helyi civil szervezetnek. A közösségi oldalon leadott szavazatok alapján vehette át a stafétabotot az az egyesület, amely minden Dombovár kenyere megvásárlása után 20 forint támogatást kap. A városban működő Európa Pékség vállalta fel a feladatot. A kenyérszentelést követően 100 000 forint értékű utalványt adott át a vállalkozás nevében Pintér Szilárd polgármester, a Tündérkert bölcsőde alapítványának, a Jövő Emberkéje Alapítvány képviselőjének. A Dombovári Tündérkert Bölcsőde Alapítvány, a Jövő Emberkéje Alapítvány, ami még 2009-ben jött létre, úgyhogy nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Tavaly ilyen sok szavazatot kaptunk, és 100 000 forinttal sikerült gyarapodni a Jövő Emberkéje Alapítványnak. Ez mindenféleképpen arra szolgál, hogy a bölcsődében járó gyermekeknek a mindennapjait azt meg tudjuk könnyíteni. Itt a játéktevékenységekkel kapcsolatosan összefüggő dolgokat szeretnénk gyarapítani, kültéri játékokat venni esetleg a gyermekek számára, bent, hogy minél szívesebb tevékenységet tudjunk biztosítani, tapasztalatszerzési lehetőségeket a gyermekek számára, ez minden alkalommal nagyon jól szolgál, és igazándiból ugye a bölcsőd az a 0 és 3 éves korú kisgyermekeknek az ellátását szolgálja, pillanatnyilag 84 férőhelyen rendelkezik a bölcsődénk, 7 csoportszobával, úgyhogy ez lenne a Tündérkert Bölcsőde. A következő egy évben egy a közelmúltban alakult civil szervezet, a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület számára gyűlik a támogatás. A dombováriak egy házi jellegű, búzalisztből, adalékanyagmentes, kevés kovász felhasználásával készült kenyér megvásárlásával adakozhatnak. A stafétabotot, amit egy péklapát szimbolizált, Vavra Mónika, az egyesület elnöke vette át az ünnepi kenyérszentelést követően. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén mi nyerhettük meg ezt a gyönyörű díjat. Nem gondoltuk, hogy labdába lukhatunk ennyi régi egyesület között. Az egyesületünk létrejöttének apropója, hogy szeretnénk összefogni a szőlőhegyi embereket, visszahozni egy kicsit a közösségi életet, és a régóta elmaradt településrészt újra felkarolni, és visszaadni neki méltó helyét a város szívében. És úgy látjuk, hogy a Dombovári Önkormányzat partnerebben és az első perctől fogva támogatja a kezdeményezésünket, amiért nagyon hálásak vagyunk. A Dombovári Városszépítő és Városvédő Egyesület emléktáblát avatott Kertváros városrész létrejöttének 60 éves jubileuma alkalmából. A nemes gesztust az augusztus 20-ai ünnepi program részeként a szentmisét és kenyérszentelést követően Dombovár város önkormányzatával valósította meg a szervezet.